Szekszárdi Lisztonen Zeneiskola növendékei muzsikálnak a város főterén a Zene Világnapja alkalmával. Yehudi Menuhin a világhírű hegedűművész kezdeményezésére 1975. október 1-én ünnepelte a világ először a zene ünnepét az UNESCO ösztönzésére. Menuhin azt mondta, becsüljük meg a muzsikát, mert ez a kultúra az emberiséget közelebb hozza egymáshoz. Hát nekünk zenészeknek, zenetanároknak nagyon fontos és megkülönböztetett figyelemmel fordulunk e felé, a nap felé. Különböző stílusú muzsikákat, különböző zenei apparátusokkal értem itt a zenekarokat, a kamara együtteseket, szólistákat, különböző helyszíneken, és hát az óvodás korosztálytól a szépkorú hallgatóságig próbáljuk ezen a napon a zene hangjait eljuttatni hozzájuk. Szekszárd városában így van ez már több éve, több évtizede. Itt a Babits Mihály Kulturális Központtal karöltve, ugye a zeneiskola, a zeneiskolás növendékek viszik ezt a, mondhatnám, egész napot. A nap folyamán szólt a zene az iskolákban, a város terein és a közösségi helységekben. A zeneiskolában pedig téma volt a Zene Világnapjának fontossága. Egy olyan plusz dolgot tesznek, amivel szerintem nagyon sok embernek örömet okoznak, és ezt szerintem most ők is érzik. Egy olyan dolgot közvetítenek, amit más gyerekek nem tudnak, és szerintem ezzel ők másoknak örömet adnak ezen a napon. A hallgatóság meg remélhetőleg élvezi, és egy pillanatra meg tud állni a hétköznapokból, és egy 5-10 percre, ameddig játszunk, kicsit másra gondol. Ágostonné Bédes Kornélia azt mondja, bár a világ nagyon sokat változott 1975 óta, az, hogy valaki magas színvonalon tudjon zenélni, egy lassú folyamat, amire nem hat a világ rohanása. Mindent egy pillanat alatt el tudunk érni az internet segítségével, és azért a zene, a zenetanulás az továbbra is egy lassú folyamat maradt, amit nem lehet egyik pillanatról a másikra elsajátítani és megérteni, és nekünk ezért zenészeknek, muzsikusoknak, tanároknak sokkal többet kell segíteni, megmutatni belőle az értéket, és hogy bizony ez egy lassú folyamat, viszont nagyon sok szép dolgot lehet elérni vele. Nagyon fontos ez a nap, már csak azért is, mert a gyerekekkel és az olyanoknak, akik nem élnek ebben az életformában, ismerhetik meg a zenéket. A Vármegyeház dísztermében a Szekszárdi Ifjúsági Fúvózenekar szórakoztatta az érdeklődőket. A több mint 30 esztendős zenekar ad lehetőséget arra a zeneiskola növendékeinek, hogy a közös muzsikálás élményét magukba szívják. Azért is fontos, hogy egy kicsit fölhívjuk a figyelmet a zenére, mert ugye most a pandémia alatt főleg a könnyű zene ugye tért nyert, vagy hát jobban, de ott is a zenészek ugye azért szenvedtek, mert nem voltak koncertek. Másfelől viszont nagyon eltolódott manapság a gyerekeknél a sport felé az érdeklődés, ami nem rossz, nagyon kell nekik. Tehát ők, nekik egy olyan életterük van, annyira elfoglaltak, hogy muszáj, hogy valamit sportoljanak, de ez mellé viszont azért nem árt, ha egy kicsit be van suszterolva a zene is, és az érzelmi világukat csak a zene tudja gazdagítani, fejleszteni. Egy kicsit fölhívja az emberek figyelmét az élő zenére, a gyerekek figyelmét pedig a szülők figyelmét a zene tanulásra. Ez nagyon fontos nekünk. Egy olyan értéket ünneplünk, ami minden ember életét boldogabbá teszi. Számunkra, mint zenészekre, ez a Zene Világnapja általában minden évben egy ilyen koncertnap. Tehát mi általában koncertezünk minden évben, itt október 1-én, néha többször, néha több koncertet adunk, néha kevesebbet, de lényegében talán mondhatom, hogy ez egy karácsonyhoz, húsvéthez hasonló ünnep nekünk ilyenkor.
A Szekszárdi Gadai János gimnáziumban 15 éves hagyomány már, hogy a zenevilágnapjához kapcsolódóan az itt tanuló diákok megmutatják tehetségüket. Az Egy óra belőlünk című műsor keretében. Nagyon fontosnak tartom, hogy komoly zenei alkotásokkal ismerkedjenek meg, és ne csak a középiskolában tanuljanak. Ehhez viszont arra lenne szükség, hogy az általános iskolákban is énekeljenek, kórusok legyenek, zenét hallgassanak, és olyanok tanítsák, akik ezt szívügyüknek tekintik. És akkor nem a középiskolás gyerek, tehát nem a középiskolában találkoznak először, nagyon sokan zenélnek középiskolai éveik alatt, és a zenével való foglalkozás az mindenre fejlesztő hatással van. Ezt én azokban az osztályokban különösen látom, ahol olyan diák van, akit versenyen is indítanak. A zene világnapján dallamok töltötték be az iskolákat és a tereket. Mosolyt csaltak az arcokra, akik csak néhány taktus erejéig álltak meghallgatni a zenét, vagy végigültek egy egész koncertet. Néhány perc erejéig kiléptek a mindennapos rohanásból, hogy élvezzék azt, amit a zene adhatott.